Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és ma is fel fogjuk emelni az Úrnak a nevét, mert ma is méltó a dicséretre. És azt mondja az ige, hogy aki hálával áldoz, az dicsőít engem is, aki az útra vigyáz, megmutatom annak az én szabadításomat. Úgyhogy amikor hálával áldozol reggel és este, akkor dicsőséget szerzel az Úrnak. Dávid mondja a Zsoltárok könyvében, hogy kezeimnek a felemelése estvéli áldozat legyen. Tehát reggel is, este is adj hálát az Úrnak azért, amit tett az életedben. És a Jelenések 19:10 azt mondja, hogy a Jézusról való megemlékezés a prófétaságnak a szelleme. Tehát ahogy hálát adsz azért, amit már Isten megtett, profitálsz a jövődbe, hogy újra megtegye, sőt jobbat tegyen meg. Úgyhogy a hálaadás aktiválja a csodákat az életedbe, és ahogy a dalunk is mondja, hálaadás völgyében a csodák megtörténnek. Uram, ma is így emeljük fel a hálaadásnak a poharát, és így adunk neked hálát. És így szeretlek téged ezen a helyen, és kedves drága Szent Szellem, belehívunk minden egyes lépésünkbe, legyél a mi irányítónk, a mi tanácsadónk. És Uram, felmagasztallak téged, és szeretlek téged, és szükségünk van rád, Uram. Nekem is szükségem van rád, Atyám, hogy vezess engem, hogy tanácsolj engem, hogy pártfogolj engem. Így adok hálát az én testvéreimért, Atyám, akikkel együtt tanulmányozhatjuk az igét. A Jézus nevében. Amen. A mai rapszódi címe, Kicsoda vagy te? Halleluja. 1 János 3:1. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ ezért nem ismert minket, mert nem ismerte meg őt. Az alapigénkben szereplő fiai szó helyén a görögben a technon szó szerepel, ami elsődlegesen olyas valakire utal, aki a szüleitől született. Mi Isten fiai vagyunk, mivel Istentől születtünk. Ha a világ ezt nem is ismeri fel, akkor is ez az igazság. Ezért ezt mondja az ige. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Halleluja. Amikor Jézus eljött, a világ nem ismerte meg őt. Az emberek azt hitték, hogy csak egy közönséges ember. A Biblia azt mondja, hogy Jézus Istentől született. Ugyanez igaz ránk is, amit a Jakab 1:18-ban olvashatunk. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Ezt nagyon szeretem, ezt az igét, tehát az ő akarata szült minket, tehát Isten akart minket, mi várt gyermekei voltunk, mi által szült minket, az igazságnak igéje által, tehát az ige által szült meg minket. Egyébként az ige az egy mag, az Isten igéje egy mag, és a mag helyén a görög a spermium szót használja, tehát örökítő anyagot tartalmazó mag kerül a szellemedbe, amikor Isten igéje belekerül a szívedbe. Éppen gondolkoztam valamelyik nap, van egy kis kertünk, és szoktunk gyomlálni benne, és gondolkoztam, mert képzeljétek el, találtunk benne mogyorófát, elkezdett egy mogyorófa növekedni a többi növénnyel. Találtunk benne répát, amikor gyomláltunk. Különböző, vagy úgy 3-4 mag is, ami nem lett oda elültetve, elkezdett kikelni a kertünkbe. És mondta a kertész, aki ott dolgozott nálunk, hogy elég, ha csak egy madár lejt egy magot a szájából, már így meg tud fogadni. És azon gondolkoztam, hogy ha egy mag így meg tud fogadni, és ugye a magot Isten igéhez hasonlítja az ige, és a földet a mi szívünkhez. Tehát gondolj bele, hogy egy mag, ami nem lett elvetve, nem lett kapálva, nem lett meg tápanyagoldatozva,
csak egy madárka elejtette, és ki tud kelni, és megfogand répaként, magyarófaként, akkor Isten igéjének mennyire hatékony a foganó képessége a te szívedben, mennyire erős egy magnak a jelenléte, és mennyire erős arra, hogy foganást hozzon. Úgyhogy te is ugyanígy megfoganhatsz Isten igéje által, és minden attól függ, hogy milyen a szívednek az állapota. Amikor az Úr majd megjelenik az egyház elragadtatásakor, külsőleg olyanok leszünk, mint ő. Mi azonban már most Isten fiai vagyunk, és az ő élete van bennünk. Utasítsd el, hogy a földi származásod szerint lásd és jellemezd magad, mert a szellemedben olyan vagy, mint Jézus, halleluja. Isten Jézus Krisztusban isteni természetet adott nekünk. Ezért most, ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ha egyszer megérted ezt, akkor felismered, hogy nem egyszerű emberi életet élsz. Nem vagy köznapi, hétköznapi, nem ebbe a világba tartozol, Istenhez tartozol. Az ő igéjétől és a Szent Szellemtől születtél egy felsőbbrendűbb életre. Dicsőség az Úrnak, halleluja. Azt mondja a Zsoltárok könyv, hogy Istenek vagytok ti mind, és a magasságosnak fiai ti mindjájam. Mondjátok utánom az imádságot, drága atyám, köszönöm a hatalmas szereteted, amelyet rám árasztottál Jézus Krisztusban. Az isteni természet részesévé tettél. Megfertőzhetetlen és legyőzhetetlen vagyok. Telve vagyok élettel. Győztesként élek a te dicsőségedre és imádatodra. Jézus nevében. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak, és nagyon-nagyon örülök, hogy velem tartottatok, és gyönyörű áldott napot kívánok bennetek, nektek, és ne felejtsétek el, hogy kik vagytok Krisztusban. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztünk!